A Szabadságharc hadserege 1848-49-ben címmel nyílt tárlat a Dobó István Vármúzeum déli fogadóépületében, közeledve a nemzeti ünnepünkhöz. A kiállítás Egerhez is köthető 48-as relikviákat, valamint az akkor szerveződő hadsereget mutatja be. A tárlat a Heves Vármegyei Területvédelmi Bizottság kezdeményezésére jött létre. Ez egy kétes sorozat lesz, ennek az első állomása ez a kiállítás, amelyen a Hadtörténeti Intézet és Múzeum rollap kiállításnak az anyagából válogattunk, kifejezetten az 1848-49-es események és azon belül is a Magyar Honvédség megszületésének a témájában. Ezt egészítettük ki a Dobó István Vármúzeum történeti és néprajzi gyűjteményének anyagával, ami a 48-as egri események vonatkozásában mutatja be az itt történteket. A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások is kapcsolódnak, és talán a legszebb műtárgyak, amelyeket kiemelhetek, az a kokárda, amelyet a 48-as márciusi események idején Egerben viseltek, illetve azok a Kossuth levelek, amelyek eredeti Kossuth által írt levelek a birtokunkban vannak, és a multimédiás eszközön mutatjuk be, de bekerült a tárlatba a kápolnai csata körülményeire vonatkozóan nagyon fontos információkat nyújtó levelezés is, illetve Mesterházi István díszszabjája is, úgyhogy számos olyan izgalmas, érdekes tárgyat láthatnak a látogatók, amelyek most kifejezetten a nemzeti ünnepen és az évfordulón kapcsolódnak ezekhez az eseményekhez. Egri szálak is megjelennek a tárlat anyagában. Itt most a kiállításban kifejezetten Csiki Sándornak például az írókészletét vagy zsebkését is láthatjuk. Ugye ő Eger polgármestere is volt, illetve országgyűlési képviselője, és a reformellenzék egyik nagyon fontos alakja a korszakban. Knézics Károlyra is utalhatnék, aki ugyan nem egri születésű, de Egerben ősült, és a századával itt állomásozott, és abszolút a szabadságharc eszméje mellé állt. Neki is ilyen módon egri vonatkozása van, és hát mint az aradi 13-ak egyike, azért azt gondolom, hogy a nemzeti emlékezetünknek egy nagyon fontos, kiemelt alakja. Ha pedig Lenke Jánosról beszélünk, őt talán azért szeretném itt kiemelni, mert ő az egyetlen olyan, az aradi 13-akhoz sorolható, akinek Magyarországon van a síremléke, és ugye a szülőháza is megmaradt, ez került nemrégiben felújításra, és az ő testvére Lenkei Károly is a szabadságharcban nagyon komoly szerepet töltött be, aztán ő vissza is tért Egerbe, tehát ilyen módon ő nagyon szorosan kapcsolódott későbbi Eger történetéhez, illetve városi számvevőként dolgozott az 1860-as évektől, tehát őket talán azt gondolom, hogy minden egri iskolás számára, ha ezekben a tárlatokban megtekintik, akkor könnyen áttekinthetővé válik, megismerhetővé válik ennek a korszaknak a jeles egri személyiségeinek a története. Eger a 48-as eseményekhez hamar csatlakozott. A hírek már március 17-én eljutottak a városba. Itt is tartottak közgyűlést, nagyon hamar a megalakuló Batthyány kormány melletti szimpátia megmozdulások történtek, és ugye itt is megtörtént a polgármester választás, a korábbi földesúri függésből felszabadult város, most már ugye népképviseleti országgyűlésbe is küldhetett képviselőt, tehát mindaz, ami országosan végbe ment, az Egerben is kicsiben nagyon gyorsan végbe ment, tehát azt gondolom, és azt mondhatjuk, hogy nagyon büszkék lehetünk az egriek, hiszen az eseményeket követve abszolút azzal egy időben zajlottak le itt is a legfontosabb mozzanatok. Ignác Balázs főispán a megnyitón kiemelte, több éves kapcsolat van a Területvédelmi Bizottság és a Vármúzeum között. Már korábban is szerveztek kiállításokat. A jelenlegi tárlat többek közt azt mutatja be, milyen büszke múlttal rendelkezik a magyar nemzet, fogalmazott. A felelősségünk az, hogy a mai fiataloknak is megmutassuk, hogy milyen fontos és milyen nagy jelentősége van a honvédelemnek, a magyar hadseregnek. 1848. március 15-én a 12 pont közül az 5. pont volt a nemzeti őrsereg felállítása. Azóta ünnepeljük a magyar honvédséget, 176 éves a magyar honvédség. A feladatunk az, hogy béke időben is, akkor, amikor körülöttünk konfliktusok vannak, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a magyar honvédség, a magyar hadsereg társadalmi beágyazottsága erősödjön. Ez a kiállítás is erről szól.
ezen a kiállítás keretein belül szeretnénk megmutatni a mai fiataloknak, hogy milyen büszke múltunk van, és nem csak arra felhívni a figyelmet, hogy ez a büszke múlt mit jelentett akkor 1848 és 49-ben, hanem az, hogy feladatunk és felelősségünk is van. Azt szeretnénk, ha minél több fiatal meglátogatná ezt a kiállítást, minél több fiatal gondolná úgy, hogy igenis a Magyar Honvédségnek, a magyar haza védelmének van jelentősége, és ezért ma tennünk kell nekünk is. A kiállítás október végéig tekinthető meg.